2021 tavaszán kereste meg a Maros Megyei Múzeum vezetőségét dr. Salat Csaba műgyűjtő azzal az ötlettel, javaslattal, hogy Pitner Olivérnek szervezünk egy retrospektív kiállítást, ugyanis abban az évben egy kettős évforduló volt, Pitner Olivér születésének 110. és halálának 50. évfordulója. Egy különleges művészről és életműről, életpályáról van szó. Én úgy kerültem vele kapcsolatba, vagyis a munkásságával, hogy műgyűjtés az egyik hobbim. 2009-ben egy monográfiát adott ki az akkori mentor, vagy kritérium, már nem esküszöm meg, Pitner Olivérről, Murádin Jenő és Szűz György szerkesztésében. Egyébként kiváló monográfia. Gyakorlatilag azt hívta fel a figyelmemet, hogy hát Pitner műnek is jó volna, ha helyet találnánk a gyűjteménybe. Egyetlen probléma az, hogy nem igazán sok alkotás forog a műtárgy piacon. A szervezés egy igencsak hosszadalmas időszak volt, ugyanis a Pitner hagyaték, illetve az alkotásai az elmúlt 50 év során szétszóródtak, tehát Amerikában, Izraelben, Olaszországban, Németországban, Magyarországon, tehát nagyon sok helyen találhatók az alkotásai, és ezeket kellett összegyűjteni. A kiállítás anyagának az összeválogatásában egyúttal a kiállítás kurátoraként a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettesét, Szűcs Györgyöt kértük fel. A kiállításon 70 alkotás látható, melyek közül 61 Pitner Oliver alkotása és 9 pedig úgynevezett analógia, amelyek Pitner kortársaitól származnak. Pitner Olivernek élete folyamán csupán egyetlen önálló kiállítása volt, az is 1934-ben Nagybányán, illetve Szatmárnémetiben, amikor 21 néhány alkotással mutatkozott be. Utána élete folyamán még gyűjteményes kiállításokon részt vett egy-két alkotással, viszont élete végén egyéni kiállítására nem került sor. Soha így ennyi Pitner alkotás egy helyen nem volt, és nagy elégtétel az is, hogy egyben látható, ha nem is a teljes, de a körülbelüli életművének az egyharmada. A Kolozsváron kiadott napilap, az Ellenzék 1934. szeptember 20-i számában a következő tudósítást olvashattuk egy korabeli képzőművészeti kiállításról, amelyet a Szatmári Újságíró Klub rendezett. Különös művészi tehetség mutatkozott be Szatmáron. Pitner Olivér, petrozsényi születésű 24 éves festőművész. 5 éve tagja a Nagybányai kolóniának, annak a művészi csoportnak, mely a tulajdonképpeni festőiskolától különválva Ziffermester vezetése alatt dolgozik a Liget melletti szegényházban. Milyen irányban halad Pitner Olivér? A válasz erre igazán eredeti. A fiatal művész ugyanis a Pitner irányt választotta. 24 éves és semmiféle iskola ki nem elégíti. Végigjárt minden irányt, míg a kubizmuson át elért önmagához, és megalapított egy egészen sajátos, egyéni iskolát. Ez az egyéni irány nem jelent lírát, sem tragédiát. Sem az angyalok kara, sem a pokol sötétsége nincs benne. A mai embernek vannak szánva vásznai, a maiaknak, kiknek nincs már szívük, s csak idegük van. Mert Pitner képei első látása lekötik és lecsillapítják a nyugtalan és folyton újszerűségre vágyó táncoló idegeket. A színek táncát adja mindennapi táncainkhoz Pitner, aki ennek ritmusát Dél-Amerikából hozta magával. Dél-Amerikában apja kohász, vegyész volt, s a világháború után Buenos Airesbe vándorolt ki szerencsét próbálni. Itt a fiatal Pitner spanyol iskolába került. Nem szerette az iskolapadot, szabad élet után vágyott, és festeni kezdett tanulni. Ez a 24 éves fiatal művész oly öreg, mintha aggastyán lenne. Tenyerében hordja az egész világot.
hol szebb? A Kordillerák szépségek kapott meg legelőször. Apám ottani tőkések megbízásából ónt és olmot keresett a hegyek belsejében. Magam meg ott barangoltam az őserdőkben. Gyönyörű idők voltak azok. Aztán jött a krízis ott is. A bányák feltárására kínálkozó amerikai milliomosok tönkrementek, a pénzforrások lassan bedugultak, s haza kellett jönni Erdélybe. Új elhelyezkedést keresni. Apám a fernezei kohóművekhez szerződött, én meg nagybányára vetődtem. Mi a terve a jövőt illetően? Utazni szeretnék. Jó volna visszamenni, aztán sok-sok pénzzel hazajönni. Ez legnagyobb, és tudom, utolérhetetlen célja életemnek. Kis ház az Azar-partján, kis kerttel. Nem bánnám, ha egy kis bányászkunyhó lenne, csak korlátlan ura lehessek. Mennyi festék, küzdelem és sóhaj fogy el addig, míg mindebből végül mégis egy kis házikó lesz? Ezek az alkotások, amelyek itt láthatóak a kiállításon, 23 helyről jöttek Marosvásárhelyre, és ez kiegészült még 5 olyan alkotással, amely a Maros Megyei Múzeum gyűjteményében található. Így jöttek munkák Németországból, Budapestről, Berettyóújfaluból, Kiskunhalasról, illetve Romániában, közintézményekből, illetve ugyancsak magángyűjteményekből. Itt néhányat felsorolnék, például Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, a Nagybányai Múzeumtól is kölcsönöztünk 2 alkotást. 2 részből kell összetegyük a munkásságát a művészeti szempontból. Egyrészt a nagybányai korszak, ami maximum 10 évre tehető, és a műtárgypiacra, ha visszatérek, az a legismertebb, legkeresettebb. Nyilvánvaló, itt vannak nekünk még fehér foltok, amiket még nem sikerült sem az akkori médiából, értem alatt újságok, folyóiratok vagy kiállítás katalógusok abból úgy összerakni. Gyakorlatilag viszont az élete második szakasza, utolsó 15 évében alkotásairól már sokkal-sokkal többet tudunk. 1965-ben Muradin Jenő művészettörténész, művészeti író az Új Életben beszélgetést közölt a festői pályát több évtizedig elhagyó, majd oda visszatérő Pitnerrel. Különös életpálya a Pitneré. 3 évtizeddel ezelőtt ott találjuk a nevét az akkori nagybányai fiatalok élvonalában. A festőkolónia történetének ismerői Kazár László, Klein József, Kac Márton mellett a művésztelep szellemi és stílusbeli megújhodását hirdető fiatalok kiemelkedő képességű egyéniségeként tartják számon. Azután Nagybányáról elsodródva, terméketlen kísérletezések, megtorpanások útvesztőjében 2 évtizeden át alig hallunk róla. ...1930-ban jött Bányára Kunovics András, s valósággal megvadította a fiatalokat. Ezt szó szerint így kell érteni. Mi akkoriban ismertük meg ezt a tragikus sorsú művészt, s nagyon becsültük gazdag tapasztalatát, újszerű stílusát. Kunovics régi korunk olvasó volt, s merész festői felfogásán túl ő ismertetett meg a kommunista eszmékkel. Az eredmény ismert. E számon tartja a művésztelep krónikája is. A festőiskolából 1931-ben kizárták a rendbontókat. Ez a csoport Vida Géza, Kazár László, Kac Márton, Csiszér Lila, Klein József, Agricola Lídia, Kahán Sári, én, melyet most már baloldaliságuk is összekapcsolt, először Kleinnél, majd Ciffernél talált mentorra. Ezek az évek tették szorossá kapcsolatát a munkásmozgalommal. 1932-től kapott kisebb-nagyobb munkásmozgalmi feladatot, s ilyen megbízatással került néhány évre Kolozsvárra is.
1939-ben a Nagybányai Festők Társasága feloszlatása után alakult Tiszavirág életű képzőművészek egyesületében jelentkezik ismét, de ezzel aztán le is zárul festészetének felfelé ívelő szakasza. Elszakad a nagybányai környezettől, palettája kiszikkad, és festői biztonságát sem találja. 1940-ben letartóztatták, a Karakali internáló táborba került. Kiszabadulása után először ideiglenesen, majd végleg Marosvásárhelyen telepedett meg. A felszabadulás után 1945-ben részt vállalt az első marosvásárhelyi tárlat megszervezésében, de a minőségi ugrás még szinte másfél évtizedig várat magára. Újra meg kellett találni a kifejezési eszközeit, s az impulzust hozzá a vásárhelyi fiatalok együttérzése adta. Talán segesvári tájképeivel kezdődött az újjászületés, egy bizonyos pontig a 30-as évek formabontását, stilizált dekorativitását idéző nagyon szép csendéleteivel, s mintegy ellentétképpen a változás dinamizmusát sugalló ipari tájaival. És olyan lendülettel dolgozik, mintha mindent egyszerre akarna pótolni. Marosvásárhelyen a Nemzeti Színháztól is kölcsönöztünk egy munkát, és itt emelném ki ugyanazt, hogy Pitner Olivér 1946-ban a Székely Színház alapítója volt, így ennek tulajdonítható az, hogy Pitner Olivér munkája a Vásárhelyi Színház irodájának a falán található. Gergely Géza Tompa Miklóssal készült interjúja 1971-ben az Igaz Szóban jelent meg. Emlékszem, hogy 1946-ban Marosvásárhelyen a Kultúrpalota második emeletén az egyik ajtóra kis tábla került. Székelyföldi Magyar Színház. Az irodában Kemény Jánossal, Pitner Olivérrel, Bérci Miska bácsival, a hajdani színházi titkárral és természetesen Tompa Miklóssal találkoztam, akik színházat szerveztek. Hosszú út vezetett a szervező munka elkezdéséig? Nagyon hosszú. Mint minden színház alapítás, úgy ez is az álmodozással kezdődött. Mindnyájunkat a szülőföld szeretetén túl a tenni akarás, az alkotni vágyás hevített. Hazatértem Kolozsvárra, ahol már élénk társadalmi, politikai és színházi életet találtam. Nem sokára egy kávéházi asztalnál Pitner Olivér jelentkezett. Én is ismertem, még abból a korszakából, amikor a felszabadulás utáni első marosvásárhelyi lapnak, a Szabadszónak a főszerkesztője, majd a munkásművelődést szervező Salamon Ernő Ateneumnak egyik szervezője, vezetője volt. Igen, nagy gyakorlati érzékkel is rendelkezett. Szóval ő azt javasolta nekem, hogy a háború poklából hazakerülő színész barátainkkal, valamint egy-két kolozsvári színésszel rendezzek meg 2-3 darabot, melyet aztán a Salamon Ernő Ateneum égisze alatt Vásárhelyen és vidéken eljátszhatunk. Nem erre van szükség, nem alkalmi vállalkozással, nem időleges társulásokkal kell ezt a kérdést megoldanunk. Állandó jellegű állami színházat fogunk teremteni, mondottam. Ez a kijelentésem nagyon merésznek tűnt, mivel a színházak államosításáról akkor még szó sem volt. Az itt látható képek a néző szempontjából ugye már több tartalommal bírnak. Ugye ki mit lát bele, mit, milyen szimbólumot próbál vagy akar felfedezni. Mindenféleképpen a lecsupaszított fák, ugye a megítélésünk szerint, meg a gyökerek gyakorlatilag a szülőföldhöz való ragaszkodást, az részben az elmúlást, a magányt jelképezik, ugye, és egyetlen egy kivétel van, a mögöttem látható új hajtás, ami pozitív tartalommal, tehát a megújhodó természetet akarja bemutatni. És ez a kiállítás, illetve az összegyűjtött munkák lehetőséget adtak arra is, hogy ezeket az alkotásokat lefotozzuk, illetve
újra gondoljuk Pitner Olivérnek a munkásságát és feldolgozzuk, és ez alkalomból egy katalógus is készül a kiállításhoz kapcsolódóan. Ennek érdekessége, jelentősége, hogy két nyelven jelenik meg, külön magyarul és külön románul. Ebben egy szaktanulmány is olvasható Szűcs György tollából. Mindez mellett 88 színes reprodukciót mutatunk be, illetve 20 olyan archív, fekete-fehér fotót is közreadunk, amelyek a lappangó képek kategóriájába sorolhatóak. Van egy évesen, tehát nagyon korán sajnos tüdőproblémával meghalt. Itt élte le életének utolsó 20 évét, és itt van Marosvásárhelyen eltemetve, és úgy gondolom, hogy adósa a város egy ilyen kiállítással. A természet örök körforgásának, elmúlásának és újjászületésének képi drámáját festette szüntelenül, ellentéteket oldva fel, akárcsak a bartóki muzsika. Utolsó alkotókorszakában elérte, amit elérhetett. Ránk maradt műve immáron életmű. Festői örökségünk maradandó értéke.